Az átalakuló világrend kérdéseivel, az elmúlt hónapokban lezajlott parlamenti választások eredményeivel, valamint India kül- és belpolitikai hatásaival ismerkedtettek meg azok, akik ellátogattak az idei tanév első MCC ismeretterjesztő előadására. A vendég Csicsman László előadó volt, aki kitért az Amerika és India közti viszonyra is. Van egy szemünk előtt lejátszódó átalakuló nemzetközi rendszer, amelyben India megkerülhetetlen tényezővé vált, nem csak azért, mert nukleáris hatalom, világ egyik leggyorsabban növő gazdasága, és egyben egyébként átvette a világ legnépesebb országa címet is az elmúlt hónapokban Kínától, hanem mert diplomáciailag olyan konfliktusokban, mint az orosz-ukrán háború vagy a gázai konfliktus, megkerülhetetlen. Azt lehet mondani, hogy India dinamikusan növekszik. Az MCC megújult épületében természetesen tovább folytatódnak a szakmai rendezvények, emellett pedig sikeresen elindultak a hétvégi képzések is, közel 100 középiskolás részvételével. Igyekszünk, hogy ebben a fél évben, tanévben is érdekes témákat, érdekes előadókat hozzunk, és így szeretnénk vendégül látni a székesfehérváriakat. Közben elindultak képzéseink is, most már 100 kisiskolás tanul nálunk szombatonként. A középiskolás programunkban pedig az előadásokat és a nyelvórákat pedig közel 100 középiskolás látogatja. A soron következő előadás szeptember 24-én lesz, amelyen Háhner Péter lesz a vendég, és Bonaparte Napóleon életével ismerteti meg az érdeklődőket, akik választ kaphatnak arra is, hogy mennyire fest hiteles képet a császár hadvezérről a nemrégiben bemutatott film.